azt mondták a többiek, hogy az elején el fogjuk rontani, röhögni fogunk, ki fogunk égni, semmi nem lesz tökéletes, úgyhogy csőbázz. Ez itt az első motiválók videó. A motiválók, ez egy motivációs csoport azért, hogy jobb legyen a világ, és mindenki boldog legyen, világbéke meg az összes bullshit. Szóval ez nem fontos, viszont eldöntöttem, hogy szeretnék egy YouTube channelt ennek az égisze alatt, amit mindenkivel együtt csinálunk. Szóval, az első beszélgetésünk a feltétel nélküli szeretetről lesz itt emberekkel, akik be fognak nektek mutatkozni. Én Gaborják Fanni vagyok, elég, ha annyit tudtok rólam. Itt most 2019. február 3-án, 11-én, hogy van egy motivációs csoportom, és 3 nap múlva lesz Valentinnal. Szóval most örülnék, hogy ti is mondtátok 2 mondatot magatokról, hogy kik vagytok, és miért rángattalak ide titeket. Sziasztok, Nóra vagyok, a No Respiration és a Boldogság Növényi Alapokon csatornájának az írója, és igazából mi azt beszéltük itt a fiúkkal, hogy annyit mondjunk magukról, hogy vegán vagyok, úgyhogy ezzel így leírtunk elég sok mindent. Sziasztok, én Varga Balázs vagyok, és a Balázs Vegán Sport csatornát, Facebook oldalt és weboldalt csinálom, vezetem, készítem, fő célom az, hogy a sportban mindenki megtanulja azt, hogy hús nélkül is lehet izmot építeni, és jó energiával eredményeket elérni, úgyhogy ez a fő misszióm az utóbbi 2-3-4 évben. Röviden ennyi. Én pedig Vágyi Tamás vagyok, sziasztok! Vegán testépítő, táplálkozás tanácsadó, személyedző. Mi kell még? Nekem is nagyjából az a célom, mint Balázsnak egyébként megmutatni azt, hogy lehet vegánként teljes értékű növény étrenden jó kigyúrt állat lenni, úgyhogy ezt próbálom prezentálni. És emellett egyébként nyilván érző lény vagyok, úgyhogy meg lettem hívva, hogy beszéljek arra, hogy milyen feltétel nélkül szeretet, meg mi van ezzel, úgyhogy meg fogom elmondani majd a véleményemet. És itt néhányan most találkozunk először, ez nagyon vicces. Én megtudtam magamról, hogy egy ilyen szituációban izgulok, és kell egy jegyzet, amiben leírom, hogy mit akarok mondani, úgyhogy ez tök jó. Köszönöm, hogy mindenki elmondja, hogy szerintem mi az, és hogy egyáltalán létezik-e. Tehát, hogy ha nem létezik, akkor mi nem az, stb. És akkor utána erről fogunk beszélgetni. Az biztos, hogy ha te nézed ezt a videót, akkor nem fogod megtudni, hogy mi az. Ezt úgy értem, hogy nincs igazság, nincs tuti, tehát erről csak beszélgetni lehet. Viszont azt gondolom, hogy ha egyáltalán az univerzumban ez a fogalom megjelent, akkor léteznie kell. Tehát, hogyha beszélgetünk róla, akkor valami indikálta azt, hogy összeraktuk ezt a 2 szót, mert azt mondom neked, hogy kitaláltam azt, hogy nastagati, akkor ez a szó nem jelent semmit, és nem fogunk arra beszélgetni, hogy ez mi? Ha? Ez túl deep, nem? Túl deep, nem baj, van, aki ez olyan, mint az UFO kérdés, hogy senki nem hisz benne, de beszéljük róla. Tehát, hogy van. Én hiszek benne. Nem, van, aki hisz benne, van, aki ezt mondja, hogy rá. Én hiszek benne, azt nagy számok törvények. Na hát, ez a probléma. Jönnek a kis szürkék. Biztos, hogy vannak. Szerintem túl sok bolygó van a világban, az univerzumban, ez egyértelmű. Azt, nem mondtam volna, hogy hétfő este ilyen intellektuál beszélgetés. Ja, fizikus is vagyok. Ja, igen. Jó. Szóval röviden, szerintem van feltétel nélküli szeretet. Egyrészt azt gondolom, hogy én döntöm el, hogy van-e, és én úgy döntöttem, hogy van. És én 2 felé mondtam ezt a témát. Az egyik... Milyen fész? In your face! Én ezt akartam mondani, Mondtam, azért kezdtem én, hogy elmondjam mindenki helyett, hogy na jó. Szóval számomra 2 kategória van. Az egyik, ennek a szónak az a használata, amikor ilyen racionális dolgok mentén használom. Ezt úgy értem, hogy én használom ezt a szót akkor például, amikor a baráti kapcsolataimról beszélek, a párkapcsolataimról beszélek, a szüleimről való kapcsolatról beszélek, és ez nem azt jelenti, amit sokan mondanak, hogy ha kiderülne, hogy a másik egy sorozatgyilkos, akkor is szeretném. Mert mindenki ezt a szélsőséges példát hozza, és úgy vagyok ezzel, hogy nincs értelme szélsőséges példákat hozni, mert akkor nem tudunk beszélgetni. Egyrészt, mert nem tudsz róla vagy hozzá viszonyulni, mert most itt ülve nem tudod, hogy mit váltana ki belőle, ha valaki sorozatgyilkos lenne, ez mind csak teoretikus. Tehát én ezeket a szélső dolgokat levágom, ez azt mondtam, hogy olyan, mint amikor a vegántól megkérdezik, hogy lakatlan szigeten enne húst, valószínűleg enne. Szóval én ezeket a szélsőségeket elvettem, én arról beszélek ilyenkor, hogy igen, szeretem az anyámat vagy a páromat, akkor is, ha olyasmit csinál, ami nekem rossz, vagy én nem úgy szeretném, lehet, hogy mérges vagyok rá, nem látom tökéletesnek, nagyon felbidegesíteni, de in the end of the day szeretetet érzek iránt a számomra. Röviden tömören ez az általánosságban a feltétel nélküli szeretet,
De hogy ugye unblock mit jelent, az számomra inkább egy spirituális kérdés. És bizonyos könyvek és stb. Hatására most ezen a napon úgy gondolom, hogy a feltétel nélküli szeretet az egy energia. Ez azt jelenti, hogy ez nem egyenlő veled, ez két ember vagy két lény közt tud lenni, de és ez egy energia, ami rajtad átfolyik. Ez egy olyan dolog, amihez te tudsz csatlakozni. Van, aki például az isteni szeretetet hívja ennek. Én azt gondolom, hogy aki ilyen állapotban van, az ott és akkor abban a pillanatban tud bárkit feltétel nélkül szeretni. Az más kérdés, hogy sokan azt gondolják, hogy csak a megvilágosodott emberek képesek erre. Nem akarom ragozni. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, ez lehet, hogy tudtok csatlakozni. Bármikor közben lehet szólni, most nem akartam egyre monologizálni, hogy az idő kérdés, hogy sokan azt mondták nekem, mert sok embertől megkérdeztem, mi a feltétel nélküli szeretet, hogy ez azért nem létezik, mert nem tudod ezt mindig érezni, és szerintem nem szabad az időt ebbe belevonni. Tehát ha én, lehet, hogy én téged tudlak feltétel nélkül szeretni, igenis, de meg tudsz rajtam nyomni egy olyan gombot 3 év múlva, amiért nem szeretlek. Most akkor felteszem, aki többé feltétel nélkül, akkor 3 évig nem létezett az a valami. Értitek, hogy mit akarok ezzel mondani? Szóval attól még, hogy én valamit nem érzek öröktől fogva, vagy örökkön örökké, az még létezik. Attól még, hogy meg fogok halni, van életem. De előre nem tudjuk, hogy kinyomogatja meg azokat a gombokat. És azt se tudod, hogy ha 2 hónapig én nem tudlak téged feltétel nélkül szeretni, utána nem foglak-e újra? Tehát, hogy ennél bonyolultabbak a fogalmak. Én például éreztem már olyat, ez egy jó példa, hogy valakit az én fogalmaim szerint feltétel nélkül szeretek, aztán csinál velem valamit, ami miatt lebutítom, utálom 1 hónapig, de egyébként ez azt jelenti, hogy képes vagy a pszichológus foglalkozik ezzel leválasztani magadról az érzelmeidet. Tehát vagy azt érzed, hogy kiüresedtél és nem érzel semmit, vagy mondjuk valami negatívat, de utána annak ellenére, hogy a másik valami szart csinált, újra szereted. Hát szerintem ez a feltétel nélküliség, hogy ez visszakapcsol. Hallod, én megnézem ezt a videót, és kommentbe fogok válaszolni, mert nekem ez még egyszer. Lassítva meg kell hallgatni, ez annyira mély volt, hogy én itt... Igen, ez tök. Én imádom az ilyen conversation-okat. Lemerülök. Ez van. Én is imádom, jó, persze. Csak valaki mondja valami. Ez jó. Jó. Már nem tudom, mert vegánságnál, hogyha azt abba adod, akkor biztosan nem volt előtte vegán. Tehát arra ezt így nem lehetne ráhozni. Hát de nem, én most arra gondoltam, mert ugye... A vegánság az külön dolog minden. Igen, mindenhova bekeverjük. Igen. Nem, hogy itt most elhangzott ugye... Nem tudom mennyi info, mert azt tudom, mit mondta az elején, de a lényeg az utolsó, az megmaradt. Majd visszanézem. Tehát szerintem, amúgy én azon az állásponton vagyok, hogy nincs feltétel nélküli szeretet, és hogyha van, az meg csak Istentől jön, és hogyha... Tehát akkor Istentől van? Hát szerintem, ugye van. Ugye én abban hiszek, hogy van Istentől, de miután mondjuk, hogyha ugye meghalsz, és nem fogadod el őt, akkor utána számára megszűnsz létezni. Az megmarad, hogy mondtad, hogy ne kössük időhöz, mert hogyha valakit szerettél valameddig, és akkor csinál valami rosszat, hú. Például én arra gondolok, amit most itt mondtál, hogy ugye csinál valami rosszat, de előtte is valamilyen feltételek miatt vagy benne abban a kapcsolatban. Gondolj bele, szóval az első feltétel az, hogy meglátod, és hogy tetszik-e, vagy vonzó, hogyha párkapcsolatról van szó. Most nem a család részére megyek, hanem hogy vonzódsz-e hozzá, tetszik-e, jól érzed-e magad vele, ezek mind szerintem feltételek. És hogy én ezzel nem mondom... Vagy ezért mondom azt, hogy nincs feltétel nélküli szeretet, mert már a legelső pillanattól fogva szerintem kell, hogy legyen valami. És nyilván akkor nem is alakulhatna ki szerintem a feltétel nélküli szeretet, ha előtte nem voltak feltételek, amik neked megfeleltek abba, hogy tudsz szeretni a másikat. Szóval érted? Igen, jó kérdéseket veszekedsz. Igen, nagyon jókat. De wow. Amúgy nekem amúgy, hogy mert ugye mondod, hogy kellenek feltételek ahhoz, hogy legyen feltétel nélküliség. Ez egy ilyen, ez kicsit olyan, mint a... Most ez olyan, mint a humános vágóhíd. Igen, ez valószínűleg az, mert nekem is a... De nem, tényleg egyébként. Tehát, hogy lehet, hogy azért így nagyon megfogott, mert ugye nekem ilyen mérnöki hátterem van, és az gyakorlatban mindig, amikor van mondjuk egy matematikai vagy bármilyen képlet, ugye mindig az, hogy egy alaptézisen van egy alapállítás, és akkor azt levezetjük. És ha kijelentjük azt, hogy van feltétel nélküliség, most nem is a szeretettet nézzük, hanem azt, hogy feltétlen bármire, akkor van feltétel. Ez egy logikai kapcsolat, 0 vagy 1. Na most én azt gondolom, hogy maga a feltétel, ahonnan kiindul, hogy van, az szerintem az az ego. Uh-huh. Tehát amikor megszületünk, akkor igazából nézd meg egy kisbabát. A kisbaba
imád mindent. Tehát nála nincs az, hogy ő ott nem alakul ki még, tehát az ego, ha, amennyire én tudom, tehát az ego szépen lassan idő alatt alakul ki, és építesz fel magad köré egy valamit, amit mondjuk egónak hívunk, és szerintem szépen lassan ez alakítja ki a feltételeket, az, hogy a világra hogyan reflektálsz. Most ez azt jelenti, hogy igazából ezt felépíted, és mondjuk 18-20-23 éves korodra, amikor már megerősödik ez az ego réteg, abban a pillanatban van az, hogy mondjuk te nem tudsz valakit feltétel nélkül szeretni. Mert olyan feltételeket állítasz, hogy te majd csak akkor, hogy egyébként ő jó fej, csak akkor, hogyha nem tudom, bringával jár dolgozni, és nem kocsival, mert akkor az a környezetvédelem, és akkor stb. Tehát, hogy értetek, mint mondok? Tehát, hogy amúgy... Igen, tehát amúgy nem véletlenül, hogy nézzétek meg például mondom, a kisgyerekeket ott csinálják, hogy... De én ezzel nem értek egyet. Egy egészséges családban felnőtt kisgyereket, hogyha odaadsz egy idegen embernek, hogy mondjuk fogja meg a legtöbb, az elkezd sírni, meg nem akar ott lenni, szóval az is szerintem egy feltétel. Tehát nem az van, hogy ők is mindenkit így szeretnek, meg elfogadnak, mert nem, meg azt se szereti, hogyha nem foglalkozol vele, hogyha sír, vagy nem cseréled ki a palánkáját, mit tudom én most így. Akkor miről beszélünk? Az, hogy ő mondjuk egy másik, mondjuk nem tudom, családhoz kerül, vagy nem tudom, olyan társaságban van, és valaki fel akarja venni, és akkor nem tudom, ott elkezd sírni. Akkor mire mondhatod, hogy minden szeret? Az nem a szeretetről beszélek, hanem az, hogy ott a szokásokról, hogy ő, neki tök szokatlan az, hogy mondjuk egy idegen ember fel akarja venni. A szeretet az inkább az, hogyha te mondjuk csinálsz neki valamit, és ő mosolyog, meg tök örül neki, akkor ő nem azért mosolyog rád, és nem azért örül neki, mondjuk egy 6 éves kisgyerek az ajándéknak, mert hogy ő azért akar mosolyogni, hogy utána valamit kapjon, érted, hogy valami feltétellel. Igen, nem tanult a kisgyereknél. Alapvetően az, hogy te felnőttként örülsz egy ajándéknak, az már egy olyan, most nem mondok itt szinteket, de az már egy olyan gondolkodás, amire te azt mondod, hogy igen, mert te, most ez így hangzik, de normális vagy, mert úgy viselkedsz, hogy igen, kapsz egy ajándékot, ez a normális. Hogy amúgy ez nem igaz. Én kaptam állat minden... kísérletes tusfürdőt, és nem örültem neki, visszaadtam. Na. Tehát, hogy nem mindig örülök neki. Szerintem elviszi egy másik. Ez más irány, igen, egy picit most ez már más irány. Erre szeretnék reflektálni, amit még egy 3 perc előbb mondtál, mert én is megfogalmaztam egy hasonlót, csak én nem azt mondtam, hogy az egótól függ ez szerintem. Mindig ott van ez a szerintem, ezt most itt tudjuk. Mindenki a véleményét mondta. Csak azt akarom mondani, hanem én azt gondolom, hogyha a feltétel nélküli szeretet állapotában vagy, akkor nem gondolkozol, és ez a kulcs. Ha nem gondolkozol, akkor nincsenek ott ezek a zavaró dolgok, hogy lehet ez egy meditatív állapot, hogy mit gondolok a másikról, eléd tesznek egy embert, és érzed, vagy egy kutyát, hogy szereted. Ott van egy kutya, akinek te vagy a gazdája, feltétel nélkül szeret, és nem kezd el érvenni, hogy ha nem szeretem ezt a lúzert, mert múltkor nem adok teleget enni, vagy láttam, hogy ellopott egy rágógumit, érzek, hogy mit akarok mondani. Nincs gondolat, csak a másik lény. De nem úgy van, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Ha nem gondolkodsz, akkor meghaltál. Nem azt jelenti, hogy nem vagy. Ez ennél deepebb, hogy ebbe belemenjünk. Azt akarom mondani, hogy a gondolatok nélkül állapotban tudod ezt megélni. De olyan nincs, amíg élsz szerintem. De hát a meditáció is erről szól például. Hát de meditáció közben is gondolkodsz. Nem. Ha azt mondják, hogy ne gondolj semmire, akkor se semmire gondolkoznám. Egyébként amúgy az nem rendes meditáció. Pont ez a lényeg. A meditáció a gondolat nélküliség. Amikor semmi. De van olyan is, hogy hadd, hogy vegyed a flow a fejed. Elképzeltétek már, nekem volt egy ilyen flashem, hogy ha nem lennének szavak, csak úgy emberek, embercsoportokat, vagy egy csak kupac embert egy szobába bezárnánk, és hogy lenne egy gyakorlat azzal kapcsolatban, hogy tudsz a szeretetet érezni és közvetíteni. Úgyhogy nem tudsz a másikról semmit, akkor sokkal hamarabb el tudnál képzelni azt, hogy hogy van egy szeretet, egy energia, ami átmegy, mert nincs zavaró tényező, nincs info róla, nincs az a, mármint van, mert leveheted azt, hogy nagyon negatív az energiája, de nincs az, hogy csináltál valamit, értek, köszi! Jobban, de most. Tamás, szerinted mi a fejlődés? Mentsük be a szituációt. Nagyon érdekes, amiket így mondod, hogy egy csomó mindent így. Szerintem abban a pillanatban, hogy tudtam reflektálni, nem feltétlenül most. De hogy tehát ezt a kérdés, hogy kell-e hozzá idő, és hogy mi van, mert hogy gondoltam arra, hogy nem kell, hogy kell hozzá idő, mondjuk az elején, mondjuk például egy párkapcsolatban, hogy eljussak oda, hogy már feltétel nélkül tudok szeretni valakit. És aztán eszembe jutott, hogy jó, de mi van akkor mindenki mással, mert mindenki más is lehetne simán feltétel nélkül szeretni, amihez pontosan semmennyi idő nem kéne, mert azt most ki kéne jelenteni, hogy mindenkit szeretek feltétel nélkül, és hogy az meg úgy, tehát hogy én azt hiszem észre, hogy amúgy így
Így a személyes fejlődés egyébként, ami nálam nagyon jelen van az elmúlt 3-4 évben, hogy az egyre jobban, tehát régen nem tudtam volna ilyen dolgokról beszélni, hogy fejlődni nélkül szeretett szerintem. Tehát, hogy így, amikor én még egyetem jártam fizikusként, ez teljesen más, mint Bár Tamás mondta, hogy most itt ő. De most már úgy érzem, hogy tök simán tudok ilyen dologról beszélni, fejlődni nélküli szeretet, és úgy gondolom, hogy szerintem, én azt gondolom, hogy van, de ez egyfajta ilyen ideál, ami felé nagyon kúszunk, és szeretnénk, hogy nem így erőszakosan, csak hogy így szeretnénk elérni, mert mármint, hogy aki észreveszi ennek a fontosságát, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg valakit feltételnék. De miért fontos? Bocs, hogy belevágok. Mi változtat az? Miért fontos? Jó pénz is. De az jobban működne a világ, ha folyamatosan ennek a rezgésnek a... Igen, tehát hogy nem egyből az van, hogy ránézze valakire és az jut eszedbe, hogy azt keresed rajta, hogy mi az, amiért nem. Amiért nem szeretnéd, vagy hogy biztos emiatt másképp gondolkozik, akkor azt meg biztos, hogy utálom, hanem egyszer ránéz az ember, és, vagy bármilyen, teljesen mindegy, és szeretet árad belőle. Most, ha már filozofálni akarunk, akkor Biblia. Hát de igen, de nem. Nóri, neked mondom. De igen, de pont ezt akarom mondani, hogy nem csak az van, hogy most ránézek valakire, és akkor most ezt utálom, vagy feltétel nélkül szeretem, hanem közte is van azért valami. Persze. Tehát egy normális érzés, nem tudom, hogy ez most így. Hát a hozzáállás. Normális érzés. Normális, igen. Nem egyszer, nem tudom, talán neked küldtem Instagramon egy ilyen hasonlatot, ha már egy fizikánál tartunk, hogy szerintem a feltétel nélkül szeretet, meg önmagában egyébként a szeretet is, de leginkább a feltétel nélkül szeretet, szerintem párhuzamban vonva az olyan, mint amikor azt mondjuk, mint a Newton törvénye. Tehát, hogy az univerzumban, a világunkban, a jelen ismert világunkban vannak látható fizikai dolgok, meg ami kvázi nagyon nem mérhető dolgok, szerintem kicsit, amikor te beszéltél arról, hogy a feltétel nélkül szeretetnek az egyfajta energia, stb. Tehát én azt gondolom, hogy például addig, amíg nem tudtuk, hogy igen, gravitáció, Newton, amíg ezt nem tudtuk, hogy ténylegesen van, előtte akkor is létezett. Igen. Tehát, hogy értitek, és én azt gondolom, hogy a feltétel nélkül szeretet az ugyanez, aha. Hogy van, attól, hogy mi nem ismerjük fel, vagy nem napi szinten alkalmazok, vagy nem tudom, attól még van. Én van, csak szerintem az emberek nem képesek rá. Csak Isten. Ez egyébként nagyon jó kérdéseket feszeget, mert... Hát a kutyámat most, jó, oké, elkezdem, mert... Nem, nem tudok éget feltétel nélkül szeretni. Mert hogy valakinek nem lejött ilyen... Nem, az állat sem. Nem, hát miért tudna, hogyha... Mert most akkor megint ott vagyunk, hogyha egyszer elkezdek rosszul bánni a kutyámmal, vagy mit tudom én, akkor szenved, most utána, én nem tudom mit... Na. Nem beszélgetek a kutyámmal, de nincs kutyám, de hogy lehet, hogy ezért... De már másodszor mondta egy nagyon érdekes dolgot, hogy Isten és mi. Jó, itt vagy. Most, mi nem vagyunk Istenek, csak nagyon jó könyvet olvasok, ami számomra most az ilyen spirituális könyvekből szerintem a Number van az egyik. És ebben a könyvben azt olvastam, és én valami szinten ezt el tudom fogadni, hogy egyek vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy én ő, és Isten szemszögéből is az, hogy van az Isten, amit mondjuk idealizálunk, vagy ő valami. És az, hogy vagyunk mi. Hát abból a szempontból ugye a gyermekei vagyunk, tehát abból igen, a szempontból egyek vagyunk. Igen, de a klasszikus spirituális tanításban az, hogy Isten és mi egyek vagyunk, tehát most legyen is bármi az Isten szó mögött, de hogy egyek vagyunk innentől kezdve, ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezünk. Ez viszont nem igaz. De a buddhizmus szerint csillagporból vagyunk. De ez viszont... Egy matéria, visszajutsz ugyanoda, ha így... Hát por és hamu vagyunk, igen, és van bennünk isteni, mivel Isten gyermekei vagyunk, ugye? De ez nem jelenti azt, hogy mi Isten vagyunk. Szerintem az egész, tehát hogy in the end of the day, az van az ilyen beszélgetésekben, hogy arról beszélünk, hogy jó, meg rossz, mert hogy ezek emberi fogalmak. De nincs is rossz, hogy van. Nem, szerintem van jó és rossz. De ugye hát figyelj, hogy pofán vágnak, akkor az rossz, ha megsimogatnak, akkor az jó. Én ezt nem gondolom tovább. Miért nem? De akkor hogy lehet jól nézni ezt? Úgy lehet jól nézni, hogy lehet, hogy egyszer engem pofán vágnak, és ennek az lesz az eredménye, hogy én leszek harmadik Richard. És in the end of the day tudod meg, hogy mihez kellett a pofánvágás, tehát hogy ez egy dinamikus. Én ezt értem. Amik történtek, azok a legjobbak egyébként. És hát én ezzel nem értek egyet. Jó, csak nálam például. Jó, nyilván vannak azért sarkalatos példák. De értem, hogy mit akartok mondani, igen. Csak nem tudod bebizonyítani, hogy a rossz volt. A sarkalatos példáknak is van egy kimenetele, tehát hogy az, hogy embertömegek meghalnak, annak is lesz végül egy olyan... Igen, ez az, hogy mit keresem. Igen, nem vagy a jó, de igen, amikor arról beszélünk, hogy bármi, ami történik veled, bármi,
annak van oka. Igen, okok az te... igen, hogy okokozat nélkül igen, nem történik semmi. Semmi sem véletlen. Igen, igen, és itt jönne be az, hogy igen, az igaz, amit annak hiszek, és mivel én ezt hiszem, ezért igaz. Tehát, hogy ja, számomra az fontos, mert hogy én teremtem a saját valóságomat. Jó. A másik, amit én nagyon örültem, hogy azt hittem, hogy majd a csajok jönnek itt, hogy szeretet, béke, miért ne a fiúk meg, hogy mi a faszért kell erről beszélni, és fordítva történt, jöttek a lányok ilyen cinikus kékbe, hogy nincs ez egy szarság, a fiúk meg, mire gondolsz? De amúgy a csoportba? Én azt nem láttam, én azt értem, hogy azt hiszem, hogy a lányok. Beszélgettem emberekkel személyesen, meg a motiválóban, ez volt a három. És valamit így a basic körben, mert ugye most mégsem úgy haladunk, nem bírtatok elmondani, hogy mi a feltétel nélküli szeretet? Tehát, hogy van még, amit hozzátennétek a fogalomhoz, csak hogy... Szerintem ez egyfajta ilyen hozzáállás. Tehát, uh-huh, hogy ha mondjuk olyan emberrel nézzük, akit nem ismersz, akkor egyszerűen csak az, hogy állsz hozzá, és hogy a kedvesség és minden. És így a szeretet szemszögéből kapcsolatban, meg... hát igen, megérteni azt, hogy a másik is, neki is van egy élete, és azt, hogy most itt egymás mellett vagyunk, ez tök jó, de hogy ettől függetlenül ő hozhat olyan döntést, ami nekem nem tetszik, de hogy ez így, attól függetlenül szeretem, mert nem azért szeretem, amiket csinál, hanem azért, mert ő önmaga. És te miért teszel különbséget a közt, akit ismersz, és a közt, akit nem ismersz? Mi a szentjelenne? Csak emiatt, hogy ismerem. Ha ismered, akkor más megítélés alá esik, vagy akkor több dolog befolyásol, vagy akkor könnyebb szeretned. Hát már ott már van egy csomó feltétel, hát nem ismersz, ott nincs. Szerintem. Mármint, hogy ez ugyanaz. Szerintem, hogy több valégen ismeretlen emberről, aki csinál vele valamit, mert ott vagytok egy közértben, és hogy lever egy, nem tudom, egy üveget, és nem tudom, rásik a lábadra, azt törik. Ott szerintem ilyen szituációban nem lehet arról beszélni, hogy feltétlenül szeretet, szerintem magáról a szeretet kifejezésről, az, hogy valakit elfogadsz, nem fogadsz el, hogy állsz hozzá, azért szerintem kell egyfajta kapcsolat a két ember között. Hát igen, és ahhoz kellene feltétlenül. Akkor úgy kérdezem, hogy éreztetek már kvázi idegennel kapcsolatban szeretetet, akár csak egy felvillanást, mint hogy jött az igen, idegen? Igen. Okay. Hát én nem tudom, miről beszélnek, de jó. Arról, hogy jön az utcán. Jön velem szembe az utcán, ú, de szeretlek. Ez ja, de ez csak egy súgó. Én találkoztam már olyan emberekkel, akiknél azt éreztem, hogy komolyan a szemébe néztem, és egyszerűen olyan nyugodtság, olyan szeretet árad belőle, hogy így konkrétan... Belőled is csak azt mondja. De tényleg, nagyon durva volt. Na jó, és akkor azt is feltétel nélkül szeretetnek így át? Nem. Nem, akkor, az más. Akkor most ez nem értem. Az egy állapot. Csak egy állapot volt. Én értelmezésem a feltétlenül nélküli szeretet kifejezés az akkor létezik, mint terminológia, amikor van két individuum. Most mindegy, hogy most ember-ember között, ember-állat között, stb. Én azt gondolom, hogy két élőlény között, amikor van egy kapcsolat, ami mondjuk nem egy perce működik, de lehet akár mondjuk 2-3 órája, tehát nem definiálnám az időt, de nem egy perc mondjuk, tehát nem vadidegenként, és hogy a két ember hogyan viszonyul egymáshoz, és az én értelmezésemben az a feltétel nélkül szeretet, amikor feltételek nélkül elfogadod, amilyen, bármilyen, kvázi bármilyen hülyeséget csinál, vagy bárhogy reflektál, az én szemszögömből, azt én elfogadom, és azt gondolom, hogy ahogy a Tom is mondja, hogy elfogadom olyannak, amilyen. Nem bírálom. De ez inkább elfogadás, nem szeretet. Na jó, és szerintetek van ilyen párkapcsolatban, vagy csak ilyen szülői kapcsolat, szülő és gyerek kapcsolat? Ez akkor inkább elfogadás, mint szeretet, nem? Inkább az, hogy el is fogadod, és hogy szeretted, hogy... És ezért szereted is, mert én elfogadhatok valamit, hogy történt velem egy rossz dolog, elfogadom, hogy ez megtörtént, de attól meg nem kell szeretnem, hogy ez megtörtént velem, vagy azt az embert, aki megtette velem. Figyelj, nagyon érdekes, hogy számomra, tehát én mondjuk nem definiálom például azt, hogy ez párkapcsolat, tehát lehet ez két barát között is. A szeretet szó, az nem szerelem. Tehát szeretetként egy barátot is tudsz feltétlenül nélkül elfogadni, hogy vannak hülyeségei, nem tudom, amik ilyen kicsit ilyen lökötségek, nem tudom, de hogy így nem akadsz ki rajta, hanem mert mint embert szereted. Megérted, ennek helye van, tehát hogy ez így kell. Úgy csak fogsz, akinek így minden. Ez az, hogy hozzáállsz hozzá. Meg minden nap ezt érezni. Egyébként meg pont azért vágtam le én a racionális értelmezésemben ezeket a szélsőséges dolgot, hogyha valaki megöl valakit, vagy csinál valami olyasmit, hanem hogyha tehát, hogy a mindennapi életünket nézzük, hogy akkor van a feltétel nélküli szeretet. Tudod, erre mondtam azt az elején, hogy ez arról szól szerintem, hogy a másik csinál olyan dolgokat, amiket én nem preferálok, nem úgy, nem tudom rávetíteni az én akaratomat, mert hogy egy különálló lény, és ennek ellenére bírom szeretni. Na jó, de nincs benne, de jön olyan, hogy
De ha csinálnám valami rossz dolgot, mert akkor az is ott van egy feltétel. De ez most csak egy, ez egy akkor is, ha nem csinál. Gyakorlat, érted? Szóval ezzel nem hiszem, hogy kell foglalkozni. De akkor is ott van. Hogy én most szeretlek, oké, de ha ez lenne, akkor már lehet, hogy... De ha nincs, akkor nem is, tehát hogy nem is merül föl. Akkor lehet, hogy köztetek, akkor mondjuk így, hogy te tudsz valakit feltétlenül szeretni, mert úgy alakítjátok a sorsotokat, hogy nem veritek én maximum a gyerekemet, de... egymás közt. Az biztos, hogy leszívnám, ha olyanokat csinálnám, ugye? Leszívnám? De hogy szerintem... De pont, mert ez nem arra szó, hogy fontos, hogy nem tűnik fel a másik. Ne sérts meg őket, igen. Van egy ilyen. Vagy az, hogy feltétlenül szereted, az annyira mélyen van, és az, hogy valami olyat csinál, ami úgymond felcsesz, az meg jóval felületesebb lehet. Meg ez szerintem mind hozzáállás kérdés, hogy csinál valami olyat, ez az, hogy én hogy állok hozzá. Most nem csináld mindent úgy, hogy az nekem pont tökéletes legyen, mert az én lenni. Persze, jó esetben, de tehát azt csinálod, ami neked jó. Hát kellene kompromisszum. Mondjuk én a kompromisszumot is feltétlenül. De ez a lényeg, hogy anélkül is teljesen, hogy az ő élete, ő ha azt jónak gondolja és azt csinálja, szeretem. De hát ha egyet laksz valakivel. Valamit csinál, ami neked nem tetszik, lehet, hogy az neked jó. Nincsenek faktek, nem lehet bemérni, hogy ott van egy lézerpointer, bemérjük a távolság, de na ez a feltétlenül. Hát de ezt a Fanny is mondta, hogy nem fogjuk megmondani a csutit, úgyhogy hát, sziasztok! Ez nincs csak duma, persze. Az baj, ezt a point sokszor elsütöm. Szóval igen, ez igen, csak ezt a fejtést, csak gondolkozunk róla, és elmondjuk a fejlődést. Hát jaj. Nem tudjuk, hogy mi igaz. Bár mondom, én azt hallom, hogy amiben hiszel, az az igaz. Tehát, hogy ha én azt hiszem, akkor én megtanulom annak teremt. Én arra azt mondom, lehet, azt mondja, hogy nem feltétlenül szeretett, minden én azt hiszem. Hát igen. De én erre azt mondom, hogy hazadik az ember akkor önmagának, vagy másnak. Egy dolog, amit nem akarsz soha, magaddal viccelni. Szóval nem. Nincs oda magaddal viccelni? Hát kid yourself, igen. Az soha, magunkban sose hazudunk. De nem, de az nem feltétlenül, ha te tényleg hiszel benne, akkor az nem... Magának is hazudik az ember, van olyan. De más, mert ha magadnak hazudsz, az mindig tudod, hogy hazudsz. Magadnak. De éppen ez az, hogyha hiszed, és tényleg hiszel, te is tudod, hogy ez most nem kamu, ez tényleg így van, én ezt hiszem, akkor azt... itt oké. Én így gondolom. Uh-huh. Amiben, és amióta ezt így gondolom, és ezt alkalmaz az életemben, azóta nagyon-nagyon kérdezik. Napról napra jó. Az a helyzet, hogy szerintem a konfliktusok, például akár párkapcsolatban, vagy akár családban lévő konfliktusoknak a viszonylag nagy százaléka, egyébként ez ezért van. Mert az egyik fél felállít egy feltételrendszert, hogy mit várna el a másiktól, nem azt kapja, vagy nem azt látja a másiktól, és ezért lesznek a feszültségek, problémák, veszekedés. De én gáz vagyok, ha szerintem ez normális, hogy úgy mész bele egy kapcsolatba, hogy bizonyos feltételeknek meg kell, hogy legyen? Mert én így megyek bele. Én úgy gondolom, hogy tudod szeretni az embert, és más igen, nem mondom, hogy cselekvés. Nem mondom, hogy nem azt mondom, hogy gáz, de azt gondolom, hogy igazán nagyon szuper kapcsolat nem lesz abból. Igen. Hogyha ilyen feltételekkel mész be. Akkor így fog meghalni. Szerintem. De ez csak a mi véleményünk, de semmi. A fontos dolog, eszembe jutott. Ennek kapcsán, hogy még összejössz valakivel, oké, te ugye elvárnád azt, hogy tök jó lenne, hogy figyelne rád. Uh-huh. Oké? Eltelik pár hónap, 3-4-5-6 hónap, és ez nem változik. Tehát nem figyel rád, figyelmetlen, stb. Attól a feltétel nélkül szeretet fogalmában, te szeretheted, mert feltétel nélkül akarod szeretni. Az egy másik kérdés, hogy 5 hónap után azt fogod mondani, hogy figyú, én továbbra is szeretlek, mint ember, de mint párkapcsolatban nem fogok tudni vele együtt élni. Igen. És akkor elválnak az útjaitok, de attól, mint embert szeretni fogod, szeretheted. Hát persze, mert attól még... Na erről igazából erről szóval. Megint az, hogy nem a szerelemről beszélünk. Igen. Tehát na, ugye volt egy ilyen B-rész, hogy embereket megkérdezik, Jézusom! Kommentjék fel, akarom olvasni, hogy nehogy az legyen, hogy nem. Olvasok valamit, hogyha meghalt titeket, reflektáljátok rá, amúgy 8%-on van a laptopon, vagy 7, úgyhogy nem... Nem kéne bedugni ott egy konnektor. Most gyorsan név nélkül. Nem állítom, hogy minden helyzetben egészséges, vagy a feltétel nélkül szeretőnek előnyös, és talán a szeretetnek sem. Én szerettem, szeretek most is így, de ez a szeretet nem egyenlő számomra azzal, hogy hibátlannak tartanám az illetőt. Igen, ez fontos is, hogy nem kell hibátlan. Tehát hogy ez az, hogy ő milyen, az én szemszögömből, Az csak rólam mesél dolgokat, hogy nekem mi tetszik, meg mi nem. De az, hogy szereted-e őt, az egy teljes másik tészta. Na, egyébként tök jót mondasz. A feltételekű szeretet az mindig az adott egyénről szól. Hogy ő hogyan reflektál a világra. Hát, épp hogy nem annak. Most kéne valamilyen effekt. Most már ne nézzétek. Nem volt, de mondd most. De most mit mondtatok? Várjál, most érzek valamit, amiben bele akarok menni, de nem. Mit mondtál? Hogy ez egyénről szól.
Az, hogy nem, az, hogy mert még rólam, vagy a másikra. Nem, az, hogy rólad, hogy te meg tudod élni. Az egész világ, ahogy te látod, az mindig rólad szól, mert neked mutatod. Tudod, azt, hogy tudom, te, látod, miért gondolom, most így csak így... Nem tudom, ez jött valami, jött valami így belülről, hogy miért azon, hogy igazából az egyéről szól, és nem két emberről szól. Azért, mert ő bármit csinálhat. Tehát ez igazából hát azt szerintem, hogy hogy reflektálsz rá? Lehet, hogy ez valaki, érted, megkérdezi valakit, azt mondja, ez tök jó, és hogy megdísérted, érted? Amikor azt mondja, hogy őrült vagy, tehát ezért épp, hogy nem tudom, kidobnám. Tehát ez az, hogy... Ja, és akkor rá. Ez, aki ezt mondja, arról szól a feltétel nélküli szeretet, hogy az van-e benne. Tehát ahogy érted, hogy ő hogy viselkedik. Válom, de az inkább csak egy reflex. Ehhez van egy komment, szerintem az érdekes. Igen. Valaki azt írta, most nem olvasom az egész mondatot, hogy ha valaki bánt, és én mégis azt mondom, hogy szeretem, az előbb-utóbb betegségnek van bélyegezve, de szerintem is az. Erről mi a véleményetek? Hát ez a beteges az, hogyha én szeretek valakit annak ellenére, hogy bánt. És egyáltalán meg tudom fogalmazni, hogy mikor... Van, mikor igen, hát most ne bántson mást, miért bántaná? Ha jól emlékszem, akkor például Eckhart Tolle tanította azt, mondjuk így a könyvében írta, inkább úgy fogalmazok, hogy amikor van egy olyan szituáció, hogy feszültség van két ember között, és például mondjuk erőszak, akkor ott nem arról van szó, hogy feltétlenül oké, szeretet, és még mindig üt, és mindig üt, és még mindig szeretet, hanem ott igen. Akkor igazából alapvetően attól a viselkedéstől elhatárolod magad, és kvázi ott hagyod a szituációt. Tehát azért a feltétlenül szeretettség azért az nem arról szól, hogy csináltunk akart, hogy igen, és hogy bármi, és gyertek, üssenek, és Jézusom akkor izélt. Na, és itt még az van az Eckhart Tolle-nél, hogy ő valószínűleg nagyjából azt mondaná, vagy legalábbis amit én értek belőle meg az egészből, hogy ugye nem azonosítod magadat, de a másikat sem azzal, hogy ő üt. Mondom már, hogy a Feldmár András azt mondja, jó, a Feldmár András azt mondja, hogyha én valakit egyszer megöltem, attól engem ne hívjanak gyilkosnak, mert nem fogok, lehet, hogy nem fogok soha többé gyilkolni, ez nem egy permanens állapot, én nem vagyok mindig gyilkos, egyszer gyilkoltam, ne használd rám ezt a szót, hogy gyilkos vagyok. Tehát, hogy nem azonosítani, nem azonosítani. Azért ez mondjuk... Jó, figyelj, én ezt csak elmondom, hogy mit írt, ez arról szól, hogy ha te nem azonosítod magadat azzal, hogy most itt ülsz, hogy most rosszul érzed magad, hogy milyen érzéseid vannak, hogy milyen gondolataid, ha eljutsz ideig, hogy ez nem te vagy, akkor... Hát nézd, úgy a végén úgyse az egyik ember ítéli meg a másikat, meg amúgy is. Most ezt nem értem, hogy jött ide, vagy most mit akartunk kihozni, mert hogy szerintem ez most... Úgy, hogy valaki csinál veled valami rosszat, de ha eljutsz oda, hogy nem azonosítod azzal a rosszal őt. Ja, és annak ellenére, akkor... hogy gyilkos szereted? Vagy annak ellenére, hogy megütött szereted, mert ő nem egyenlő a Tibike, aki egyébként egyszer megütött, de ő nem egyenlő azzal. Értem. Igen, ez az, hogy a cselekvés leválasztott, tehát hogy hát az, jó, hogy mit csinál, ez... az, hogy valamit csinál valaki, a de maga cselekvés nem tetszik. Szeretet, nem? Hogy megbocsátom neki, hogy ne, ezt csinálta. Nem, még arról nincs is szó, hogy megbocsátom. Csak annyi, hogy az, bocsátom. Hogy valaki megütött, a cselekvés maga az, hogy megütött, de nem is ő, az, hogy meg lettél ütve, az nem oké. Okay. De nem az, akit csinált, nem azonosított vele. Tehát, de akkor kicsit nem azért, mondanám neki, hogy de rossz, de rossz. Nem csak, hogy az elméleti háttér szerintem az, hogy ő akkor mondjuk volt egy tudatállapotban, valamiért, most mindegy, hogy miért, és ő miért nem változhatna meg utána 3 héttel később. Meg tud változni, persze. De ettől függetlenül mondjuk azért mondom, hogy az mondjuk én nyilván tudom, hogy így, na, igen, nekem is így kicsapta a biztosítékot ez a kijelentés, hogy gyilkolt valaki, és akkor utána nem nevezünk gyilkosnak, de hogy most, hogyha ilyen fogalmakról beszélünk, akkor értem, amit mondasz. Kíváncsi ennek, hogy a többi nyelven is így hívják ezt, hogy feltétel nélküli szeretet. Lehet, hogy csak akkor is nála. Igen, úgy hívják. Igen. Legalábbis angolul. Olvassak még kommenteket? Olvass el, igen. Aha, persze, nyugodtan. Van, aki azt mondta, hogy a... Oké, okay. Hogy az anya-gyerek közti kapcsolat az erről szól, erre is reflektálhatok, illetve azt mondta még, hogy a mindennapi életben idegeneket, barátokat, kollégákat, az előítéleteink és a skatuják miatt nem könnyű feltétel nélkül szeretni, mert ezek beborítanak minket, és a saját felvénken keresztül nehezen látjuk meg a másik emberben az értéket. Van egy film, nem tudom, hogy láttatok, ez a cím, hogy Beszélnünk kell Kevinről. Hogy úgy van megrendezve a film, legalábbis az én olvasatomban, hogy nem egyértelmű, hogy a gyerek azért lesz pszichopata, és a végén öli meg az osztálytársait, mert nem kapott szeretetet az anyjától, mert ezt látod, hogy az anyja nem szerette, vagy pedig az anyja eleve nem tudta szeretni, mert a kisgyerekben eleve volt valami nagyon virtó, furcsa dolog. Pszichopata, vasszal lehet, szociopata, vagy narcisztikus. Egy dolog biztos videó után azért ez mondjuk kicsit az a téma, mint az ilyet. Na jó, de akkor most... Ördögűzös film, hogy a tehát nem lehet, ez olyan, mint hogy mi a tyúk vagy a tojás volt előbb, nem? Most ez. A kérdés talán az lehet, hogy van-e, aki eleve rossznak vagy jóvá születik, tekintve, hogy vannak ezek a kettős kategóriák.
Hát... Ez érdekes kérdés. A szót, amit az van rajta, hogy vegán. Motiváló. Lehet, hogy közben állítom, mert nagyon sok ideje veszi azt, hogy szép. Na, szóval, hogy én nem, én csak azt mondtam, hogy nihilizmusnak hívják ezt, hogy a semleges állapotban van az egyén, mint mondtad, hogy valami nem tudom, milyen megvilágosodott akárki, hogyha nagyon jó dolog történik vele, akkor ő azt így ül, és akkor jaj, de jó, mert hogy ez csak van. És szerintem... Igen, de szerintem ez veszélyes, és önállítás is hazugság, szerintem. Mert az nem igaz? Azért, mert... Én vagyok hazugság, mint hogy azt érzed valamire, hogy jó vagy rossz. Ezek a te fogalma itt. De ez egy ösztönös emberi dolog, nem? Hogyha nekem valami jó érzés, jó esik, örülök, úristen. Vagy jó, akkor itt most így rossz, nem? Itt van, hogy izé mondta ezt a focista dolgot, és az volt a reakciód, Tomi úgy rögött, kiköpte a vizet. Oké, tehát mi is röhögtünk. Most, hogy nem láthatok, mondjuk nem az volt, nem az volt, hogy most kiköpte a vizet. Itt van a szemben, a padlón. Amint fölkezdődik, hogy nulla lájkolom lesz. Jó, mindegy. Szóval, hogy baromi vicces volt. És most erre most akkor az kellett volna, hogy ha, de jó. Tehát, hogy érted, ez nem emberszerű, ez nem normális kellett volna, mert még nem vagyunk megvilágosodva. De nem is leszünk! Honnan tudod? Hát csak a magad előtt. Valamennyire meg... Jó. Én szerintem... Magad először, igen. De te röhögtél a legjobban, már bocs. Akkor neked itt állat kellett volna semleges. Az, hogy a boldogság nagyon-nagyon-nagyon... Igen, azért, mert élvezzük a pillanatot. De azt mondtátok, hogy azok az emberek nem a boldogságra, a nagyon-nagyon jó dolgokra is semlegesen reagálnak, hiszen hogyha az egyik félre... Nem. Te mondtad. Nem, bocs, nem arra mondom, hogy de mondtad. Nem arra mondom. Hogy Fanni mondta, hogyha történik veled egy nagyon-nagyon rossz dolog, azt ugye próbálod semlegesként feldolgozni így, és ugyanezt mondtad, hogyha igen, hogyha történik veled egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, azt is ugyanígy semlegesként kezeled, mivel ugye te is mondtad, Tomko, hogy nincs olyan, hogy jó és rossz. Ezért én ezt hiszem, hogy nincs olyan, hogy jó és rossz, minden csak van, de én azt is vallom, hogy a boldogság nagyon-nagyon fontos. Ezért bármi is történik, próbálom meg, hogy nem a jót, hanem a boldogságot megkeresni. Jó, tehát akkor mi a boldogságnak az ellentéte, a szomorúság? Akkor erre azt mondhatnám, hogy de nincs olyan, hogy szomorúság, ez boldogság. Mindig megtalálom benne. De akkor ezt mondom, hogy akkor te azt mondod, hogy nincsenek ellentétek. Nem. Nincs jó és rossz. Nincs akkor boldogság, és nincs szomorúság se. Nincs akkor sötétség, meg világosság se. Nincs nem tudom mit. Ez van, a fény hiány. Jó van, a fizikus oldalon, na mindegy. De hogy érted? Tehát, hogy ez nem most, hogy nincs jó és rossz, azt mondod, hogy nincsenek ellentétek kvázi szerintem. Ami nem ez az. Csak a mi szavunk, hogy jó és rossz, hogy van, hogy ez a skatujázás. Jó, hát hívhatom igen. Kispistának, meg epitelimológi, nem tudom, ilyen szótárnak is, de érted? Jó, nem tudok így félni. De mindegy, de az, hogy az, hogy én a boldogságot így minél boldogabb szeretnék lenni, és úgy gondolom, de hogy az a normális, hogyha minél boldogabb szeretnél lenni. Igen, de ez az, amikor úgy mondod, hogy valami rossz dolog történik veled, és én nem hiszem, hogy van ilyen, hogy rossz, meg olyan, hogy jó, egyszerűen megtalálom benne a boldogságot. Egy tanító. Amikor egy jó dolog... Na jó, de nekem a boldogság az a jó oldalon van. Annak az ellentéte a szomorúság, mondjuk az meg a rossz oldalon van, és egy sarkítva mondom. Tudod, mit mond erre egy tanító? Például, amikor a boldogság is szeretetről? Igen. Csak hogy el tudj vonatkoztatni. Az az igazi boldogság, meg amikor például egy szeretetet, meg boldogságot tudsz valami iránt érezni, például leülsz, most durva, amit mondok, leülsz mondjuk egy virág elé, és a virágnak a szépségét, amilyen szép, attól boldog tudsz lenni. De igen, de hát ez normális dolog szerintem. Oké, de hogy igazából itt most csak azt hozom példaként, hogy nem történt semmi. Hogy nem történt semmi. Tehát, de hogy nem néztél egy virágot, ami szép, történt valami. Na, de akkor igazából már kezded magadat megerősíteni, hogy a világra így kell tekinteni. Hogy? Amikor azt mondom, hogy jó meg rossz. Tehát gondolj bele, a virág ez egy annyira úgymond semmi dolog. Tehát, virág, megsérted az érzést. A virág nézőinktől most. Tehát érted most, hogy csak amikor azt fejtegetjük, hogy most akkor nem tudom, hogy mitől leszel boldog, nem boldog, meg szeretet. Na, hát tessék. Szerintem ezt érzed. Nóri, megnézted, mi az a nihilizmus? Na, mi az? Az első fogalmakötelezés az, hogy minden szabály, elv, erkölcs, törvény tagadása, a második, a lét értelmetlenségét, a cselekvés hiába valóságát hirdető, az emberi haladást tagadó felfogás, magatartás. De biztos nem ez. Not erről beszélt. Tehát ez nem azt jelenti. Jó, ezt. Akkor bocs, én azt hittem, hogy itt van ez, hogy nincs jó is. De most amúgy én tökre értem, hogy mit mondtok, én csak nem értek ezzel egyet, de tökre értem. Ja, én is alapvetően tökre értem, amit mondasz. És tökre tetszik, hogy így gondolkozom. Mondjak még egy szó. Tökre örülök, amikor olyan embereket találkozunk ki. Nem, mert mindig. Azt hittem, azt mondod, mert is fejtettem. Kolocni, tuskó és döngölő. Legalább nem unalmas, hogy ilyen tötszkölő. Kolocni, tuskó, döngölő. De flapni is. Tanulhatok egy új szót. Jó. Flapni is. Na jó. Flapni. Akkor most végül is mire lyukadtunk ki?
ezzel a... Amúgy még egy nagyon jó, erre nincs jó és rossz, meg minden, még egy dolgot akarok mondani, hogy azt hiszem pont Jim Rohn mondta, hogy ha valamit szentül vissza, hogy ez tényleg úgy van a világban, bármi, akkor kérdezd meg esetleg, hogy nézd meg, hogy nem-e, vizsgáld meg azt, hogy nem-e pont a teljesen az ellentétje és nem-e igaz véletlenül. És akkor rájössz, hogy akkor most mi van. És hogy csak itt, hogy volt ez a rossz dolog, és akkor megpróbálom, hogy jó legyen, hogy ez az, hogy utána feltett a kérdés, hogyha igaziból rossz, meg jó, akkor most mi, és akkor most melyik, és hogy ez az, hogy valamit hisz, hogy dehogy az úgy van, és akkor azt mondod, hogy jó, tegyük fel neked teljesen az ellentétjét, és nézzük már meg, hogy az nem igaz, és lehet, hogy rájössz, hogy de. És akkor most én is megkérdezhetném, hogy nektek miért jó, ha feltétel nélküli szeretetet éreztek, és akkor ezzel már definiálod azt, hogy ez jó. Érted? Én nem tudom, hogy most arcot csaptam, de ez jutott eszembe, hogy akkor most miért beszélünk a feltétel nélküli szeretetről, hogyha amúgy meg... Miért beszélünk róla úgy, hogy ez egy jó dolog, hogyha nincs jó és rossz? Igen. Szerintem. Én nem tudom, ki mondja, hogy ez egy jó dolog egyébként. Én kimerem mondani. Most ez egy jó dolog, vagy rossz dolog? Ha van fogalomrendszer, hogy jó és rossz, akkor szerintem is jó, ha nincs, akkor ez is semleges, mint minden. Én nekem van egy álláspontom, hogy miért jó. Mert azt gondolom, hogy aki nem tud igazán feltétel nélkül szeretni, felállítja a feltételeket, és sokkal több problémát okoz az életben neki az, hogy nem. Vagy sokkal egyszerűbb, mert jobban egy jó szülője, hogy belevágtam. Megbeszéltük egyébként, hogy belevágunk egymáshoz. Nem tudom, tehát én de azt gondolom, hogy az sokkal többször generál problémát az emberben. De most nyilván nem mindegy, hogy milyen feltételek, most nem arra gondolok, hogy ilyen szintű legyen. De bármilyen szintűvel az összes emberből levegsz egyet. Igen, de ez egy jobb a szűrő. Mivel azt mondtam, hogy ez egy energia, én azt gondolom, hogy ha nincs, akkor az energia áramoltatásának az akadója. Akadály lesz, igen. Akadályoztatása. Akadályoztatása. Ennyi. Játszunk egyet! Az a feladat, hogy nem mondhatok szavakat, egy gesztus. Hogyha a feltétel nélküli szeretet kell megjeleníteni, szeretetet, akkor milyen gesztust tolnátok? Nagyon ilyen nyár például a részemről, de nyilván nekem valami ilyen mellkasból jövő valami lenne a szeretet. Azt mondtuk, hogy nem kell beszélni, hanem... Mondjuk, kb. Ez lenne a gesztusom. Tehát, hogy belőletek mi az, ami csuklóból jön, és lehet, hogy belőletek a fejetekből jön, vagy a Nóriból ez, mert hogy nincs ez a fogalom. De én azt mondtam, hogy embereknél szerintem nincs. Megmutatom, hogy Balázs mutatja a feltétel nélküli szeretet. Ez lehetne a thumbnail a videóhoz. Nem, de tényleg, csak így. Nekem meg így goes. Miért nekem ez, ami most nem tudom. Mit tudom, én nem gondolom. Ez az, hogy én nem gondolkozok ilyenekkel. Nem akarsz a kamerához közelebb, mert lássák a szkeptikus fejedet. Várj, a feltétel nélküli fejedet. Nem, én azt... én nem gondolkozok ilyenekkel. Amúgy igen, az. Vagy mindenki. De most nagyon csak sokat gondolkoztam, lehet meg is fájdul a fejem, pedig sose szokott fájni. Ah, kellett volna. Ugye, ami nincs, az nem szkeptikus. A negatív energiák az a baj. Mi? Nekem nem szokott fájni, vagy mi van? Nem, tényleg nem szokott fájni a fejem, de most ezután lehet, hogy most annyit tett deep ilyen tágítás jött az agyamba, hogy miről beszélgessünk ezen? Hallod, nem tudom, hogy fejezzem ki magam néha, mert hogy van valami, amit el akarok mondani, de nem tudom elmondani. A szavak forradalma! Amit el tudom mondani, csak lehet, hogy nem. Igen, ez végül is igaz, hogy lehet, hogy nem úgy adom el. Meg hogy ezzel, hogy azt mondtad, hogy nincs jó meg rossz, ezzel olyan, mint hogy egy csomó érzés dolgot így kivennénk az emberből, és akkor így ilyen de látod, ez megint szivacs megint lenne. De ez hogy vissza, hogy meg ezt csak én mondtam, ez nem mondom, én csak hiszem. Igen, de azzal neked nincs sem, hogy most kivettél magadból egy csomó érzést. Ó, nem, én imádom az érzést. Én úgy gondolom, hogy ez az élet. Mert hogy annál jobban érzem, annál jobb, nem jobb. Nem tudom. Annál... jobban érzed, hogy élsz? Igen, minél intenzívebb az érzés, és nálam ez nagyon megmutatkozik a testépítésben. Tehát az, hogy ott vagyok, és érzem azt, amit érzek, hogy akár pusztulok, mert hogy nagyon kemény az edzés, én azzal érzem, hogy élek, és keresem az ilyen dolgokat az életben, amivel minél jobban érzem, hogy az élek. És akkor arra nem mondod ezt, hogy ez mennyire igen, jó érzés. A jelenlét az arról szól, hogy nem vagy az semmi. És na ez én vagyok! És a sportot azért szeretik, én is azért szeretem nagyon, meg a Tom is azért mondja ezt, mert a sportban nem fókuszálsz semmire, egyetlen egy dologra, hogy ott jelen legyél és csinálj. Ja. De akkor az érzés, az egy jó érzés, nem? Vagy erre nem mondod azt, hogy jó érzés? De.
Hát ugye azt mondod erre is, boldogság, ami szerintem a jó érzés ugyanaz. Kár. Úgy mondjuk fogalmam, mosognak össze. De ez nem jó érzés, ez egy állapot, nem? Tehát, hogy ez nem jó, mert pont, hogy nem akkor az nem... Ilyen, ilyen, tehát a jó érzés, az egy állapot, az is, nem? Viszont egyébként, még használtam, hogy jó vagy rossz, én hiszem, hogy csak nincs. Még nem vagyok ott, hogy ez tényleg működjön. Én is van, hát azt láttam, amikor itt röhögtél, hogy még nem tartasz. Jó kérdéseket feszegetsz, mert megint az, hogy jelen vagy, hogy az most jó vagy, nem rossz. Jó vagy, nem rossz. Jelen vagy. Ugye Tolle is, ezt magyarázza, hogy a jelenlétben nincsen jó vagy rossz, mert nem tudod eldönteni abban a másodban. Mire eldönteni, már elmúlik az állapot. Tulajdonképpen nem kell. Ja, de én ezt értem, de azért mondom erre, hogy ez szerintem nem emberi. Tehát, hogy most mi ez day by day, minden napok során nem így éled az életet. Jaj, eltelt egy másodperc, jaj, úristen, már megint, és nem tudtam már ezzel. Azért, mert amíg ezt csinálod, addig gondolkozol rajta, hogy eltelt egy másodperc, tehát nem vagy jelen onnantól kezdve, hogy nincs meg ez a kérdés. Azért mondom, hogyha még jelen vagy, és nem gondolkodsz ilyen, nekem ez tök jó, nem? Nem gondolkoztunk arról, hogy hogy fogjuk ezt lezárni. Semmi nem gondolkoztunk. Itt voltunk a jelenben, miről beszéltünk? Igen, kommenteljetek, vagy válaszol, vagy nem. Igen, ott lehet. Mert nincs jó és rossz. Comment section down, jó? Nem, egyébként biztos fogunk reagálni. Igen. Úgyhogy képintás, csinálunk máskor is ilyet. Ja, és szeretném, hogyha írnátok topik ötleteket, hogy miről szeretnétek agymenést hallgatni, és kivel. A napokban jöttem rá arra, hogy próbálok segíteni az embereknek, és az, hogy attól függően, most ez ilyen csúnya, ki milyen szinten van, ez nagyon rossz, mert itt nem az, hogy följebb vagy lejjebb, csak az lényeg, hogy valamilyen dimenzióban elválasztva máshol. Igen, tehát nem az, hogy most akkor jobb vagyok, meg följebb lévő szinten, nem, csak egyszerűen az, hogyha más szinten van, akkor nem olyan egyszerű neki segíteni, mert nem látja azt életet úgy, ahogy te, és ahonnan te segítesz neki. És most pont ezt vettem észre, hogy amit Nóri mond, én szerintem pár évvel ezelőtt full ugyanezt mondtam volna. És én már látok más igazságokat, mert olvastam bizonyos dolgokat, meg gondolkoztam, meg tapasztaltam, meg hasonló dolog, de ő még nem. Amúgy én pont mondtam neki. Akkor ő is ezt fogja mondani. Nem, én pont mondtam a Tominak, hogy én pár évvel ezelőtt gondoltam azt, amit ő most. Megjöttek a motiválókhoz, nézzétek a többi videót, mindenkit kövessetek be, mert mindenki olyan kibaszott menő, mindenki szeret mindenkit, peace, love, rock and roll, facts. Forradalom. Na jó. Kövessetek, sziasztok. Hello, sziasztok. Hello.